Jó estét kívánok, és sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igazán furcsa ez a helyzet, mert hogy általában hallgatóság szoktam én is lenni, hogy milyen ügyes dolgokat csinálnak a pedagógusok a digitális média műveltség keretében, és eljött az az este is, ahol én is elmondhatom, hogy mi az az új projekt, mi az az új anyag, amivel tudom segíteni önöket, titeket abban, hogy még tudatosabban, felelősebben gondolkodjatok az internet világában. Attila már beharangozta, hogy erre az előadásra nem egyedül érkeztem. Itt szorongatom a kezembe, és most jól meg is mutatom mindenkinek. Szangót, azt a kabala figurát, aki a mai estének a főszereplője. Amikor erről a témáról beszélek, akkor ő mindig így szokta velem végigizgulni az estéket, és figyel arra, hogy minden hasznos információ elhangozzon az internetbiztonság témájában. Úgyhogy, ahogy Attila is elmondta már korábban, én is mindenkit arra bátorítanék, hogy kérdezzen, nézze meg a dolgokat, és kapjon kedvet ahhoz, hogy jogi megközelítéssel beszéljen a digitális világ sokszínűségéről. Úgyhogy reményeim szerint rövidesen el is tudom indítani a prezentációmat, és akkor már látni is fognak mindent. Szeretnék kérni majd egy megerősítést, hogy látszik. Jól látszik. Akkor... Igen, látszik. Igen. Köszönöm szépen. Szóval a mai esténk főszereplője a korábban bemutatott Szangó, és két olyan munkafüzetet szeretnék részletesebben bemutatni, ami a 12 éven aluliak számára kínál lehetőséget arra, hogy fejlesszék digitális készségeiket. Miről is van szó? Hát, mint minden jó program mögött egy csapat áll. A munkafüzetek az útmutatóknak a házigazdája az ITU, a Nemzetközi Távközlési Egyesület, akik az ENSZ szakosított szerve, és már évek óta azon dolgoznak, hogy minél több és jobb dolog valósuljon meg a digitalizáció jegyében. 10 évvel ezelőtt kiadtak egy gyermekvédelmi útmutatót, ami az első internetes és digitális élményekre reagált, és hívta fel a társadalom egészének a figyelmét arra, hogy igenis oda kell figyelni gyermekeink online biztonságára. 10 év alatt azonban sok minden történt, és hát azt hiszem nem árulok el titkot, hogy a járványhelyzeten túl is óriási fejlődés lehetőség valósult meg a digitális térben. Még nagyobb figyelem irányul arra, hogy a gyerekekből tudatos és felelős felhasználókat neveljünk. Hogyan is kezdődött ez a történet? A járványhelyzet engem is a négy fal közé szorított, és amikor nincs ilyen helyzet, akkor általában járom az országot, és mindenkivel találkozom. Személyesen beszélgetünk arról, hogy kit, mit és hogyan érdekel a digitális világ, mire figyeljünk oda. A járványhelyzet viszont kiváló alkalom arra, hogy a fizikai távolságokat leküzdve az ember olyan eseményekre is eltévedjen, amire nem biztos, hogy személyesen alkalma van. Így történt ez 2020 nyarán, amikor is az ITU megtartotta ezeknek az online gyermekvédelmi útmutatóknak a hivatalos bemutatóját. Képzeljünk magunk elé egy óriási nagy online meetinget, ahol a felszólalók között Szilvia svéd királynő is megjelent, aki különösen fontosnak tartja a gyermekvédelmi kérdéseket. És hát természetesen a szakmai beszélgetések mellett megmutatták ezeket az útmutatókat. Nekem az első pillanattól kezdve felkeltette az érdeklődésemet ez a barátságos kinézetű útmutató csomag, amit a mai estén mindenki meg fog ismerni, és bízom benne, hogy meg fogom győzni a résztvevőket is arról, hogy ez egy igazán színes, szagos kiadvány. És hát azon kezdtem el törni a fejem, hogy ha itt van ez a jó kis anyag, vajon van-e arra lehetőség, hogy hazai keretek között tudjuk ezt használni. A gondolkodásomat pedig tett követte, és bátorkodtam írni egy levelet a bemutató megadott e-mail címre, ahol bemutatkoztam, hogy ki vagyok, mi vagyok, mivel foglalkozom, és hogy miért lenne fontos, hogy ezek a gyermekvédelmi útmutatók hazánkban is megjelenjenek.
Pozitív volt a fogadtatás, és az ITU azonnal javasolta, hogy a magyarországi partnereket is derítsem föl, akik között természetesen kedves jó ismerősökkel is találkoztam. Ugyanis ennek a nemzetközi szervezetnek a partnere az Innovációs és Technológiai Minisztérium, és szakmai partnere pedig a Digitális Jólét Program Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája. Úgyhogy ahhoz, hogy ezt a munkát elkezdhessem, és ezek az útmutatók magyar nyelven is elérhetővé váljanak, arra volt szükség, hogy összeálljon a magyarországi csapat, akik a szakmai támogatást, iránymutatást és egy nagyon jó hangulatú együttműködést adtak ahhoz, hogy ezeket az útmutatókat a mai estén itt meg tudjam mutatni, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy valószínűleg ő is itt ül a résztvevők között, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia pedagógiai szakértője, Tímár Borbála. Úgyhogy Borinak szeretném ezúton is itt a nagy nyilvános online térben is megköszönni azt a segítséget, ahogy együtt gyűrtük az útmutatókat, olvastuk, javítottuk az utolsó vesszőket, pontokat, az elrendezéseket, és megteremtettük azt az egységes és közérthető szókincset, aminek révén az internetbiztonság szangóval és az új online gyermekvédelmi útmutatók a mai estén önök számotokra is bemutatásra kerülnek. Úgyhogy nézzük is meg őket közelebbről. 7 útmutató fordítása készült el. A mai estén az itt látható diából az első 2 munkafüzet lesz fókuszban, az online szangóval, amiről bevallom őszintén, ez az én személyes kedvencem, és bízom benne, hogy sokakat meg fogok nyerni ezzel kapcsolatban. Ez egy digitális képeskönyv, sok-sok izgalmas történettel, amit a későbbiekben ki fogok bontani. A 2. számú kedvenc az internetbiztonsági munkafüzet, ami már a 9 és 12 év közötti korosztályt szólítja meg. És ahhoz, hogy ezekkel a munkafüzetekkel jól lehessen dolgozni, és egy tanár is magabiztosnak érezhesse magát az online térben, fordításra került az internetbiztonsági munkafüzet tanári útmutatója is, ami azt gondolom, hogy az itt megjelent hallgatóság számára az egyik legérdekesebb és legértékesebb kiadvány, hogy az előző 2 munkafüzetben megfogalmazott gyakorlatokat, tartalmakat hogyan ültethetik át a mindennapokba. Úgyhogy, ha a 7 közül választani kell, akkor tanári és pedagógus szemmel mindenképpen ezt a 3-at ajánlom mindenki figyelmébe. Míg benne vagyunk a télben, bár ma Budapesten a tavasz is megmutatta magát a sok-sok napsütéssel, de szerintem a hosszú téli esték kiválóan alkalmasak arra, hogy az útmutató további részével is megismerkedjünk. A leghosszabb anyag az online gyermekvédelem útmutatók szülőknek és pedagógusoknak címet viseli. Ez egy közel 100 oldalnyi anyag, ahol nem csak arról van szó, hogy milyen feladata van egy szülőnek és tanárnak az online térben, hogyan tudja segíteni és támogatni a fiatalt, hanem bemutatja a legfrissebb kutatásokat, eredményeket, trendeket, és igazából egy igazi digitális víziót vázol elénk, hogy jelenleg a társadalom hol tart a digitális érettségében, és nekünk felnőtteknek milyen feladatunk van ezen a téren, hogyan tudunk segíteni, támogatni a hozzánk fordulókat, és mindenkit, aki körülöttünk van. Ennek a hosszú lélegzetű útmutatónak van egy rövidített változata. Azt mondhatnám irodalmi hasonlattal olyan kötelezők röviden rovat, és még 2 másik útmutató is készült, amelyek közül az egyik a politikai döntéshozókat és a jogalkotókat hívja fel arra, hogy cselekedjenek egy biztonságos digitális tér megteremtéséért. Én azt tapasztalom, hogy hazánkban nagyon sok mindenki foglalkozik ezzel a témával, és a jogszabályi környezet is jelenleg olyan kereteket ad, ami megteremti ezt a biztonságot. Az már egy kérdéses dolog, hogy vajon ezek a jogi ismeretek mennyire épülnek be a mindennapjainkba, mennyire vagyunk ezzel tisztában. Én azt tapasztalom, hogy még mindig sokunkban vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogyha valami történik az interneten, akkor annak vajon van-e jogi része, ezzel most bűncselekményt követtem el, ki az, aki nekünk segíthet. Ezekben az útmutatókban ez a fajta jogi gondolkodás a gyerekjogi egyezményre felfűzve nagyon is hangsúlyosan jelenik meg.
És természetesen nem csak jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy egy biztonságos online térben legyünk, hanem nagyon fontos az, hogy megfelelő infrastruktúrális hátterünk legyen. Ezért készült egy rövid összefoglaló az iparági szereplőknek, hogy ők milyen fejlesztéseket hajthatnak végre az online térben. Gondolok itt például a szülői felügyeleti rendszerekre, vagy a technikai eszközökre, egy okos órára, egy webkamerára, hogy az valóban tényleg azt a célt szolgálja, hogy az internet lehetőségeit használjuk ki, mindenképpen biztonságos körülmények között. Mind a 7 útmutatóra igaz az, hogy nagyon közérthető hangvételre törekszik, gyakorlatias megközelítésű, sok táblázat van benne, ábra, ami szerintem a befogadást is segíti, úgyhogy ezért bátorítok mindenkit, hogy mindegyikben nézzen bele, pillancson bele, és találja meg azokat a hívószavakat, amivel saját magát tudja motiválni, a környezetét tudja aktivizálni, vagy minél többen vegyenek részt az online gyermekvédelem népszerűsítésében és a tudatos felelős internet használat megteremtésében. Ahogy említettem, a felelhető ingyenes oktatási anyagok közül ezek az útmutatók azért keltették fel az érdeklődésemet, mert hogy hangsúlyos és központi szerepe van a gyermekjogoknak. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóság soraiban többek vannak, akik fejből is akár felsorolnák a gyerekjogi egyezmény vonatkozó passzusait. És így éljük a mindennapjainkat, hogy beszélünk gyerekjogokról és kötelezettségekről, annak jegyében, hogy a gyerekek kiszolgáltatottabbak mind a való életben, mind a digitális térben, és nagyon fontos lenne, hogy egyfajta digitális biztonság megteremtődjön. Ha bárki azt keresné, hogy létezik olyan jogosítvány, hogy digitális biztonság, és ez egy alapjogunk, leírva sajnos egyelőre még nem találjuk. De hallgatólagosan egyre többen beszélnek arról, hogy igenis a digitális biztonsághoz való jog az egy alapjog lesz a társadalom minden tagja számára. Én most a gyerekekre fókuszáltan szeretnék gyakorlati megközelítésben beszélni arról, hogy hogyan lehet megteremteni az internetbiztonságot szangóval. És hogy azok a gyerekjogok, amik már több évtizede érvényesülnek, és egyre inkább dolgozunk a megvalósításukon, hogy minél teljesebben jelenjenek meg a mindennapokban, azoknak igenis helye és szerepe van a digitális világban is. A felvezető után most szeretném bemutatni a kedvenc útmutatómat, ami az online szangóval címet viseli. Ahogy említettem, ez egy igazi digitális mesekönyv, tele van ábrákkal, rajzokkal, és hát már eleve nagyon barátságos az, hogy szangó ott mosolyog és összekacsint velünk, úgyhogy egy igazi szövetségesünk a digitális térben. Miről van szó? Ebben a rövid kis útmutatóban 6 történeten keresztül kalózol minket szangó, illetve elsősorban a gyerekeket. Én azt javaslom, és ebben hiszek, hogy a biztonságos internetezés megteremtésénél elengedhetetlen egy felnőtt jelenléte, aki egyfajta mentorként, segítőként támogatja és kíséri a gyereket, felismerve azokat a helyzeteket, amikor neki aktívan kell belépnie ebbe a történetbe, és felismerve azt a helyzetet, amikor már egyébként az online térben is magára tudja hagyni azt a gyereket és a fiatalt. Fontos megjegyeznem azt, hogy szangó figurája Japánban született meg, és gyerekek inspirálták a robot ninja létrejöttét. Az online szangóval című útmutatóban 6 olyan történet kerül bemutatásra, ami a digitális világnak azt mondhatnám, hogy a top témája. Ezen a dián úgy fogalmaztam meg ezeket az apró kis történeteket, hogy meglegyen és ki lehessen érezni belőle a jogi részeket. Néhány szlájddal később pedig végignézzük a konkrét történeteket is. Nagyon fontos dolog az játékhoz való jog. Ez egy igazán megosztó téma az internetbiztonság tekintetében. Én, amikor iskolai foglalkozást tartok, vagy szülőknek beszélek mindenről, akkor a függőség témája egyszerűen kikerülhetetlen ezekből a beszélgetésekből. Ebben a történetben is megjelenik ez a szár, de ami nagyon fontos, hogy az internet
Alkalmas arra, hogy az ember szórakozzon és kikapcsolódjon. Szintén nagyon jelentős téma, és hát a járványhelyzet idején abszolút megugrottak a számok, hogy vajon mennyi időt töltünk a képernyő előtt. Az a bizonyos screen time mutató kiakad-e, vagy képesek vagyunk egy egészséges mederben tartani ezt az időt. Szintén az is kézenfekvő dolog, hogy a gyerekek és a fiatalok nagyon jól használják a digitális világot. Számukra egy applikáció letöltése, egy program szerkesztése könnyedén megy. De amikor fel kell ismerni kockázatos vagy veszélyes helyzeteket, akkor nem biztos, hogy helyesen tudnak cselekedni. Felismerik azt, hogy ők bajba kerültek, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Úgyhogy ezért is fontos, hogy egy külön fejezetet szenteltek a kifogásolható tartalommal való találkozásnak, ami nem a gyerekek életkorának megfelelő. Gondolok itt az erőszakos, szexuális és ijesztő tartalmakra, amikkel akár egy egyszerű keresés során is találkozhat a fiatal. Alapvető jog és a gyerekjogi egyezménynek azt mondanám, hogy a top 3 jogosítványa között van a tanuláshoz való jog. Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy tanulni tudjunk. Azt, hogy képezze magát egy gyerek, és lehetősége legyen olyan ismeretek megszerzésére, ami segíti az ő felnőtté válását, ami hozzájárul ahhoz, hogy önálló és boldog életet éljen. A digitális oktatásban teljesen kézenfekvő, hogy a digitális eszközök elengedhetetlenek, hiszen mi is egy ilyen környezetben vagyunk. De hogy ez nem egy kézenfekvő és természetes jog és jogosítvány. Az általam is hosszúnak titulált útmutatóban külön fejezet szól arról, az UNICEF által végzett felmérés alapján, hogy a világ számos országában komoly problémát okoz az, hogy nincs internetes hozzáférés, nincsen elegendő eszköz a gyerekek számára ahhoz, hogy tanuljanak. Szintén ennek a korosztálynak egy kulcsfogalma az adatvédelem. Nem árulok el nagy titkot, hogy az interneten mi vagyunk a legértékesebbek, az általunk feltöltött adatok, információk, beleértve a fényképek, a videófelvételek, a hangfelvételek, mind-mind az adatvédelem témakörébe tartoznak, és most is arról érdemes beszélni, hogy nem biztos, hogy egy regisztrációnál mindent ki kell töltenünk, mindent meg kell adnunk, legyünk körültekintőek. Ha egy oldal túl sok adatot kér, akkor gyaníthatjuk azt, hogy esetleg adathalász tevékenységről van szó. És az is nagyon fontos, és ez egy picit így kikacsintás a felnőttek felé, hogy vajon ők mennyire vigyáznak a gyerekek személyes adataira és információira. És itt az átkötés az utolsó történetre, ami nekem különösen szimpatikus, mert kiemeli azt, hogy igenis nekünk felnőtteknek példát kell mutatni. Hiába gondoljuk azt, hogy egy kamasz lázat is biztos, hogy szöges ellentétét csinálja mindannak, amit mi szeretnénk, vagy ahogy mi csináljuk a mindennapjainkat, éljük a mindennapjainkat. De fontos az, hogy digitális szokásaink kapcsán milyen mintát mutatunk. Nem jó az a dolog, amikor a gyerek azt látja, hogy folyamatosan csak az okostelefonommal vagyok elfoglalva. Amikor ő beszél hozzá, akkor is az Instagramomat görgetem, vagy bármilyen más közösségi média felülete. És szintén abban is fontos a felnőtt példamutatása, hogy hogyan kommunikál a gyerek az online térben. Ha azt látja, hogy a felnőtt egy agresszív kommunikáció részese, durván beszólogatással, trollkodással intézi el az online térben keletkező konfliktusait, akkor ezt a mintát fogja átvenni. És azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem alapozza meg az útmutatóknak azt az üzenetét, hogy pozitív digitális élményeket kell teremteni a gyerekek számára. De hogyan is történik ezeknek a történeteknek a feldolgozása? Minden szituáció kapcsán elhangzik egy kérdés, és a gyerekeknek erre a kérdésre kell válaszolnia, méghozzá úgy, hogy van két válasz lehetőség, és természetesen, hiszen segítő is van a történetben, Szangó az, aki segít a helyes válasz megtalálásában, és ad még egy jó tanácsot is, amivel
fel tudjuk ezt dolgozni, tovább tudunk beszélgetni erről. Én nagyon hiszek abban, hogy a digitális világról a generációk együtt tanulnak, és a felnőttekben lévő kíváncsiság, kérdezési vágy sokat segít abban, hogy a gyerekek azt érezzék, hogy biztonságban vannak a digitális térben. Van mellettük egy-kettő, sok olyan felnőtt, aki segíti őket, hogyha bármilyen baj történik velük az online térben. Az első történet ebből a kézikönyvből, ebből a mesés könyvből Hugo története. Hugo egy olyan fiú, aki játszik. És hát mi történik? Megjelenik Hugónak a testvére, és hát érdekes helyzet elé áll a fiatalember, méghozzá el kell döntenie, hogy mi történjen. Hogy utasítsa vissza a húgát, és mondja meg, hogy nem, már pedig ő most nem fog vele foglalkozni, vagy pedig engedje, hogy együtt játszanak. A játék, ahogy már korábban is említettem, egy nagy mumusnak számít. Fontos jogosítvány, hogy minden gyereknek joga van a szórakozáshoz és a kikapcsolódáshoz. És a közös játékélmény segíthet minket abban, hogy megismerjük a gyerekeknek a szokásait. Nagyon könnyű úgy nemet mondani és elutasítani egy játékkal kapcsolatos helyzetet, ha azt se tudjuk, hogy maga a játék miről szól. Úgyhogy ez a történet, amellett, hogy ugye testvérek közösen fedezik fel a játékélményét az interneten, nekünk felnőtteknek is egy üzenetértékkel bír, hogy igenis, legyünk képben azzal, hogy az a korosztály, akivel én foglalkozom, ők mivel játszanak, hogyan játszanak, számukra az a játék miért és hogyan fontos. A következő történetben nek a főszereplője Amal. Bevallom őszintén, a 6 kis epizód közül számomra ez a leginkább megmosolyogtató történet. Hát, mi történik? Amal túl sok digitális tartalmat fogyaszt, és két lehetőség kínálkozik az ő életében. Az A variáció, menjen el a boltba és vegyen magának új szemeket, vagy esetleg kapcsolja ki a képernyőt, és találjon magának valamilyen egészséges kikapcsolódást, valamilyen offline élményt. Ezzel a történettel egy picit szkeptikus is vagyok, mert ahogy a mesterséges intelligencia fejlődik, és amiket lehet olvasni a 3D nyomtatásról, elképzelhető, hogy egy idő után Amal történetében az A válasz is a helyes kategóriába tartozik. Ez természetesen egy nagyon futurisztikus kitekintés, és nem a gyerekjogokhoz kapcsolódik, csak a jövő ebbe az irányba mutat, hiszen a 3D nyomtatóval már az egészségügyben például művégtagokat előszeretettel használnak, és innen már csak egy ugrás, akár olyan dolgokat is, mint egy valódi emberi szemet megjeleníteni. Amal története azért is fontos, mert a gyerekjogi egyezményben találkozunk azzal a kitétellel, hogy egészséges környezethez, egészséghez való jog. Egyre inkább előtérbe kerül a digitális világban és a digitális mentális egészség kérdése, az egészséges képernyőidő, screen time kialakítása, az egészséges egyensúly megteremtése az online és az offline aktivitások között. Ahogy említettem, ez a füzet egészen a kicsi korosztálynak szól, 6 és 9 év közötti gyerekeknek, akik szeretik a meséket, és a meséken keresztül tanulhatnak a biztonságos internetezésről. Az ő időérzékük még nem olyan, mint egy felnőtt, aki tudja, hogy akkor most ennyi elég volt, és befejezi, abba hagyja a dolgot. Nagyon fontos, hogy az elejétől leszögezzük azt, hogy mennyi időt tölthet a digitális térben, és azt mivel. A felnőttnek pedig oda kell figyelnie, hogy felügyelet nélküli korlátlan használat, az biztos, hogy nem tesz jót a gyerek mentális egészségének, mert ez a későbbiekben kihathat a társas kapcsolataira, tanulási nehézségeket, problémákat hozhat, beilleszkedéssel kapcsolatos problémákat, ami azt gondolom, hogy egy kezdetektől fogva a tudatosságra nevelése, kiküszöbölhető, csökkenthetők ezek a kockázatok, és hogyha a gyerekek jó mintát látnak, keretek között mozog a képernyőidő szabályozás, akkor egy idő után már ők maguk is fel tudják állítani ezeket a szabályokat, korlátokat, és ami a legjobb benne, hogy ezt tovább tudják adni a kortársaiknak, kisebb testvéreiknek, úgyhogy egy igazi edukációs dömping indul el ezzel kapcsolatban.
Tomi története a következő. A nem gyerekeknek való tartalmak kapcsán nagyon érdekes, hogy már ebben a kis történetben a YouTube Kids jelenik meg. Fontos információ, hogy szintén 2020 nyarától hazánkban is elérhető a YouTube Kids, ami a 13 év alattiak számára garantálja a csak is gyerekbarát tartalmakat. Mert egy sima YouTube-os keresésnél akár egy ártatlan szóra is könnyen találhatunk erőszakos tartalmat, oda nem illő szexuális tartalmat. És hogy amikor ezt a gyerekek egyedül nézik az online térben, akkor valóban az történik, amit itt a kis ábra is mutat, hogy rémálmai vannak, fél, feszült lesz. Nagyon fontos, hogy teremtsünk arra lehetőséget, hogy a gyerekek kibeszéljék magukat a digitális térben látott tartalmakról, és beszéljünk nekik arról, hogy az interneten nem feltétlenül minden valóságos. Ahogy Szangó is tanácsolja ebben a történetben, jobban fogja magát Tomi érezni, ha segítséget kér egy felnőttől, aki valódi és hiteles információkkal látja el. A következőben Zora történetét ismerhetjük meg, aki a dinoszauruszok világában kalandozik. Azt hiszem, ez is egy találó történet, hiszen a dinók ennek a korosztálynak igazi népszerű szereplői. És itt érhetjük azt is tetten, hogy valószínűleg Zora sokkal hamarabb meg fogja találni azokat az oldalakat, amik a dinókról szólnak, és egyszerű beírja mindenki nagy barátjába a Google-be mondjuk, hogy hogy kell keresni a dinókra. De abban már kell egy felnőtt segítsége, hogy különbséget tudjon tenni a tartalom valódisága között, és hogy mindenképpen olyan honlapokkal találkozzon, ami a gyerekek számára fogalmaz meg menő tartalmakat. Most mindenki végigpörgetheti a fejében, hogy mik is ezek a tartalmak, és hát remélem, hogy erre a listára a maga Szangó is fel fog kerülni. A következő történetben már igazán komolyodik a helyzet, mert hogy a videójátékok, amit már megismerhettünk az első történetben, visszaköszönnek, de egy egészen újszerű dologgal, méghozzá arról, hogy képet kér egy másik játékos online térben. És ez nagyon érdekes, és gyakran számolják a gyerekek arról, hogy a közösségi média használatuk során igenis kérnek tőlük fényképet, akár meztelen, fehér neműs képet, személyes találkozót. Azt már most abszolút nyilvánvalóan látszik, hogy a járványhelyzet felerősítette a gyerekek sérelmére elkövetett ilyen típusú online támadásokat, amit az internet világában groomingnak nevezünk. Ezek azok a helyzetek, amikor egy felnőtt magát gyereknek adja ki, és megpróbálja behálózni azt a fiatalt. Úgyhogy ennek a történetnek különösen aktualitása is van, hogy még inkább figyeljünk arra, hogy a gyerekek kivel és hogyan barátkoznak az online térben. És elérkeztünk az online Szangóval útmutatónak az utolsó történetéhez, Lacihoz. És hát Lacinak az apukáját is megismerhetjük ebben a történetben, aki épp a mobiltelefonjával játszik, és nagyon fontos lenne, hogy inkább építőkockázzon Lacival, és közösen fedezzenek fel valamilyen élményt. A sok-sok szülői teendő mellett szerintem nagyon fontos az, hogy közös családi programokat szervezzünk, és a kütyű nem lehet előtérben a gyerek érdeklődése és kérdései szempontjából, hiszen hogyha most nem kap hiteles válaszokat, információkat, akkor maga kezdi el felfedezni ezt a világot, és könnyen bajba is sodorhatja magát. Úgyhogy bízom benne, hogy az online Szangóval képes könyv sokak érdeklődését felkeltette. A 9 és 12 év közötti korosztály számára szintén van egy külön munkafüzet, amely a Dolgozz Szangóval címet viseli. Itt 11 különböző feladat közül válogathatunk. Mindenki olvasgassa el, és természetesen amint le fogjátok tölteni az útmutatókat, akkor ti magatok is böngészhettek benne, kiválaszthatjátok azokat a feladatokat, amikkel szeretnétek indítani. Én a következő diákon a személyes kedvenceimet szeretném bemutatni ezen a felületen, érzékeltetve azt is, hogy ez a munkafüzet nagyon gyerekbarát, sokoldalú és egy komplex szemléletet szeretne átvinni a digitális műveltség fejlesztésébe. Nem tudok kibújni a jogi mi voltamból, de szerintem ez egy nagyon érdekes és
és fontos dolog, hogy a kezdetektől fogva tisztázzuk azt, hogy milyen jogaink vannak, és hogy a jogokat mi választja el a kívánságoktól. Az első feladatban a gyerekeknek a jogok és a kívánságok között kell választani olyan szempontok alapján, hogy tiszta levegő, tápláló étel, laptop vagy számítógép használata. Szerintem ez a feladatsor abban is segít, hogy az ember egy kicsit feltérképezze azt, hogy a gyerekek mit tartanak fontosnak ebben a világban, számukra melyek azok a helyzetek és körülmények, amik nélkül ma már nem is tudják élni a mindennapjaikat, és közben pedig fejlődik a jogtudatosságuk. Jó hírem van, nem kell külön Google-t használni a feladatok böngészésére, a munkafüzethez társul megoldás is, ahogy az előző online szangóval útmutató esetében is, és mindenki megtalálhatja azokat a hívószavakat, ami mentén egy ilyen foglalkozást meg tud tartani. Kulcsfontosságú a digitális térben arról beszélni, hogy mi van akkor, hogyha az ember egy olyan helyzettel találja magát szembe, amikor megtámadják az online térben, akár egy bántósértő kommenttel, egy mém képpel. A munkafüzetben a hetedik feladata letiltva címet kapta, és lesz ennek nagyobb felbontása is, bízom benne, hogy ott jobban olvasható lesz, de én mindenképpen szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a feladat struktúrája úgy alakult ki, hogy különböző helyzetek elé állítja a gyerekeket, és abban kéri a segítségüket, hogy döntsenek ezekben a helyzetekben, hogy mit és hogyan tennének meg. Például van egy ilyen helyzet, az első, az anyukád ismerősnek jelöl, majd megjelöl néhány gyerekkori fotón. Nem szeretnéd, ha a barátaid látnák ezeket a képeket. Miért tiltanád le, miért nem? Azt hiszem, a 21. századnak ez egy kulcsfontosságú kérdése és helyzete, mert nem csak arról van szó, hogy a gyerekek és fiatalok osztanak meg magukról töménytelen mennyiségű tartalmat, hanem a háttérben ott vannak a szülők, akik nyilvános fényképalbumként kezelik a közösségi média felületet, és gyakorta feltesznek ciki, kínos képeket is, ami néhány év elteltével akár internetes zaklatáshoz is vezethet. Úgyhogy ebben a letiltva kis szituációban olyan szakszavak is elhangozhatnak, akár gyerekekkel játsszuk, akár felnőtteknek adjuk ki ezt a gondolkodó feladatot, hogy figyeljünk oda a sharenting jelenségére, azaz a szülők kerüljék a túlzott megosztást, és hogy alakuljon ki egy kölcsönös párbeszéd arról, hogy mit lehet megosztani a gyerekről, hogyan, milyen feltételekkel. Én azt gondolom, hogy ebben a letiltva feladatban rengeteg érdekes és izgalmas megoldási lehetőség tárul elénk, és hogyha kialakítunk egy egységes protokollt az osztályközösségünkben, abban a közösségben, ahol a gyerekekkel és a fiatalokkal foglalkozunk, akkor ez a szemlélet át fog menni, és át fog sugározni a felnőttek felé is, hiszen senki nem szeretne felnőni egy olyan világban, ahol a gyerekek beperelik a szüleiket azért, mert engedély nélkül raktak ki róluk tartalmakat. De szintén nem egyszerű helyzet az, amikor egy olyan helyzetet kell megoldani, hogy valaki az iskolából küld neked egy erőszakos tartalmú videót, hogy akkor most letiltsam, ne tiltsam le, mi történik a társas kapcsolataimmal a különböző helyzetekben, hogy ez mennyire sérti meg a barátságunkat, lehetünk-e barátok, hogyha letiltok valakit vagy sem. Úgyhogy itt nem csak digitális jogokról és lehetőségekről, média műveltségfejlesztésről van szó, hanem komoly társadalmi kérdésekről is, ami formálja a gyerekeknek a véleményét. Én abban hiszek, hogy akkor lehet ebben a világban működni, hogyha gondolkodó emberek mozognak az internetes világban. A bizalom szintén egy érdekes és izgalmas feladat. Ez pedig egy kicsit az álhírek világába kalózol el minket. A feladatok között magyarországi portálokat jelöltünk meg, és a feladat pedig az, hogy a gyerekek
egy képernyő kép alapján alkossanak véleményt, hogy az ott látható tartalom mennyire megbízható, nem megbízható, melyek azok az elemek és eszközök, aminek a segítségével lehetőségünk van egy oldalról megállapítani, hogy ez a valódi tartalmakkal operál, esetleg irónia van benne, szarkazmus, vagy valójában egy fake news portálra tévedtünk. Úgyhogy a bizalom jegyében a kritikus gondolkodásunkat fejleszthetjük. És a 11 feladatból most nem mutattam végig mindet, de bízom benne, hogy már annyira lelkes a kedves hallgatóság, néző közönség, hogy elérkezett az a pillanat, amikor már azt mondja, hogy és hol az a felület, ahonnan ezek az útmutatók elérhetőek, úgyhogy el is érkeztünk ahhoz a diához, a digitálisgyermekvédelem.hu-n online gyermekvédelmi útmutatók címmel egy önálló menüpont áll a rendelkezésünkre, ahonnan mindaz általam bemutatott 7 útmutatót le lehet tölteni, színes szagos formában, okostáblán kivetíteni, használni és fejleszteni közösen a digitális műveltségünket, megteremtve annak a lehetőségét, hogy mindannyian részesei legyünk egy biztonságos, pozitív és értékes digitális világban. További információkat és hasznos tartalmakat, letöltéseket, kérdéseket lehet írni a digitális gyermekvédelem@dnkft.hu e-mail címre és a digitálisgyermekvédelem.hu oldalon. További hasznos, a mindennapi munkát segítő digitális oktatási anyagokkal, tartalmakkal lehet találkozni. Én köszönöm szépen a figyelmet, és izgatottan várom a kérdéseket, kéréseket.